Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Magyar Falu program. Szakályban három beruházás készült el 40 millió forintból. Kocsolai az év első Tolna megyei babája. 2022. 21. percében jött a világra. A közszolgálatáért kitüntetés. Brun Györgyné kapta az országos elismerést. A Spartan egy életmód, kihívásokkal teli edzéseket tartanak Szekszárdon. Az elmúlt időszakban megvalósult beruházások ünnepélyes átadására került sor Szakályban. Az orvosi szolgálati lakás felújítása, egy új járdaszakasz kialakítása és az óvodai kerítés építése 40 millió forintból valósulhatott meg. Az említett fejlesztések a Magyar Falu programra benyújtott pályázati forrásból készültek el a településen. A fejlesztéseket Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át. Ünnepélyes keretek között adták át Szakályban azokat a fejlesztéseket, melyek a Magyar Falu program nyújtott a forrásból valósultak meg. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy milyen fontos ez a támogatási forma a települések számára. A Magyar Falu programot a kormány 2019-ben indította el. 2022-es pályázati felhívások is már megjelentek, mégpedig számszerűen 14. január 3-án. Ez újabb 70 milliárd forintos fejlesztési forrást jelenthet a kis településeknek. Az én választókerületemben 58 település van, ebből 56 érintett ebben a pályázati rendszerben is. Az elmúlt években nagyon szépen szerepeltek a különböző pályázatokon az önkormányzatok, úgyhogy örülök annak, hogy ilyen sok fejlesztési forrást ide lehetett vonzani. Szakály is élt a Magyar Falu program kínálta lehetőséggel, és több pályázatot is benyújtott. A sikeres elbírálást követően megújulhatott az orvosi szolgálati lakás, elkészülhetett egy új járdaszakasz, és az óvoda is új kerítést kapott. Szakályban ez a három fejlesztés most 40 millió forint fejlesztési forrás jelentett a településnek, de más egyéb pályázatok során 110 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott hozzá a település, úgyhogy gratulálok nekik, és hát remélem, hogy az idei pályázati felhívásokat is olvassák, és minél több pályázatot nyújtanak be ők is. A település a jövőben is él a Magyar Falu program nyújtotta lehetőségekkel. 3382 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.300.994 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 69 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.016 főre emelkedett. 2.932 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.295.000-en kaptak. Tolna megyében 70 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 27.422-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Januárban egész Tolna megyében minden csütörtökön, pénteken, illetve szombaton lesz oltási akció. Magyarország kormánya az átoltottság növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében hirdette meg ezeket a lehetőségeket. A kórházi oltópontokon, a kijelölt járásközponti szakrendelőkben és a házi orvosoknál is fel lehet venni a vakcinát előzetes időpontfoglalás és regisztráció nélkül. Jelenleg 5 vakcina Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják első, második vagy megerősítő harmadik oltásra, ami a szakemberek szerint 80-90%-ra emeli a koronavírussal szembeni védettséget. Ezeknek az akciónapoknak a keretében Tolnán felállítottunk egy járási oltási pontot. Ez a Garai tér 4 szám alatt található, abban az épületben, ahol egyébként az orvosi ügyelet is megtalálható. Itt vannak a védőnök, és a védőnök egyik helyiségében folyik az oltás csütörtök délután, péntek délután és szombaton 10-től 18 óráig. Ezen az oltási akciónapon elsősorban a tolnai házi orvosok vesznek részt, ők vállalták ezt a feladatot,
Nekik csak egy ajánlott hétvégét kellett volna oltani, egy péntek délutánt és egy szombati napot, ezen felül vállalták a csütörtök délutáni oltási napot is, és ezután is szeretnék ezért köszönetet mondani nekik, hogy ebben nagyon rugalmasan együttműködnek, és vállalták ezt a plusz munkát mindenféle plusz díjazás nélkül. Tolna megyében a 2022-es év első babája éjfél után 21 perccel látta meg a napvilágot a Dombóvári Szent Lukács kórházban. Az újszülött természetes úton jött a világra, édesanyja második gyermekeként. A család az 53 cm-rel és 3360 g-mal született kisfiút erre a napra várta, így nem okozott meglepetést az újévi baba. Az édesanyja és az újszülött január 4-én hagyhatták el a kórházat és térhettek haza Kocsolára. Kocsolán a német családnál nagy boldogsággal indult a 2022-es év, miután éjfélt követően 21 perccel az édesanyja világra hozta második fiúgyermekét, aki a német Zsolt János nevet kapta szüleitől. A 3,5 éves kisfiúknak szerettek volna kistestvért, szívük vágya szerint egy lányt, de a sors másként hozta. Ahogy a szülők mondják, a legfontosabb, hogy egészséges. Hát az orvosok mondták, hogy december 31-e vagy január 1-ére lesz meg. Nem hittem neki, hogy újévi baba is lehet, de hát Lacikával ráhúztam amúgy, ezzel nem, picikével. A mentők a hívást követően szilveszter napján este 8:30-kor érkeztek Kocsolára a fiatalasszonyért, hogy a Dombóvári Szent Lukács kórházba szállítsák, ahol éjjel 3:45 tájékán indult be a spontán szülés, melyen az édesapa is jelen volt. Az első szülésnél is benn voltam, de a másodiknál igazából már kicsit izgultam is, jobban, mint az első szülésnél. A 2022-es év első Tolna megyei babája 3360 grammal és 53 cm-rel született. A család nem zárkózik el egy harmadik gyermek vállalásától sem, amikor fiaik már egy kicsit nagyobbak lesznek. A Magyar Kormánytisztviselői Kar a közszolgálatáért elismerésben részesítette egyedüli Tolna megyeiként Brun Györgynét, a szekszárdi tankerület nemrégiben nyugdíjba vonult szakmai vezetőjét. A szakember véleménye szerint a jelenlegi oktatásirányítás átlátható és jól szervezett. Brun György 20 évig tanított Tolnán, majd ezt követően a város önkormányzatánál volt oktatási, majd polgármesteri referens. Ezt cserélte fel a tolnai, majd a szekszárdi tankerület szakmai munkájára, és lett 2017-től a szekszárdi tankerületi központ szakmai igazgató helyettese nyugdíjba vonulásáig. Azt mondja, nagyon élvezte a tanítás, de kihívás volt a szakma másik oldalának megismerése is. Megítélése szerint igazán úgy lehet jó vezető valaki, ha ismeri a mindennapok nehézségeit is. Így, hogy megvolt a kapcsolat az iskolával, megvolt a tapasztalatom, hogy egy előtte tanítottam, tehát én nagyon tudtam, hogy mi az, amit irányítunk, és hogy mi van belül. Azért ez nagyon nagy előny volt a fenntartói részről. Azt mondja, az oktatás infrastruktúrája megfelelő, ami nehézség, hogy egyre kevesebben választják a pedagógiai pályát. Az oktatás irányítás átszervezését ma is jó lépésnek tartja. Ez egy sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb, jogszerűbb irányítás volt már innen Szekszárdról. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Brun Györgynének a közjóért végzett éveken át tartó munkásságát ismerte el a közszolgálatáért elismerő címmel. 2022. február 1-től május 31-ig mindegyik szépkártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni, olvasható a kormány hivatalos honlapján. Magyarország vezetése megteremtette annak lehetőségét, hogy a vendéglátás alszámláról idén február 1-től március 31-ig lehet hideg élelmiszerre költeni, ugyanakkor, mivel az alszámlák, szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebek közötti átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, ezért valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni. Természetesen a korábban célként kijelölt szolgáltatások, szálláshely, vendéglátás és szabadidőszolgáltatások vásárlása továbbra is zavartalanul minden fiókból megvalósítható. Mind a három alszámlán lévő teljes pénzösszeg felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra, függetlenül attól, hogy mikor került az beutalásra. A világon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Spartan Race akadályversenyeket már Magyarországon is megrendezik. A versenyekre való felkészülésre pedig 2019 óta Szekszárdon is van lehetőség, ahol a megfelelő fizikai erőnlétet és állóképességet fejlesztik.
az akadályversenyeken extrém körülmények között kell teljesíteni, többek között vizesárkon, szöges drót alatt vagy palánkon kell átmászniuk, vagy éppen faronkőket húzni és cipelni. Alapos bemelegítése készülnek a spártai edzésre a szexádi Spartan Training Group tagjai. Az Amerikából induló Spartan Race akadályfutó versenyek manapság már egyre népszerűbbek. Ahhoz viszont, hogy valaki rajtvonalhoz állhasson, alapos felkészülésnek kell alávetnie magát. Nagy Ákos több mint egy éve jár edzésre, és már versenyen is kipróbálta magát. Én is kihívást kerestem, mint a többiek. Nem is tudtam a létezéséről, hogy ilyen lehetőségek vannak, pláne nálunk. Aztán teljesen magával rántott a Spartan világa. Elolvastam utána Dessénának a könyveit, utána jártam, hogy ez hogy működik, és nagyon izgatottan vártam azt, hogy eljussak az első versenyre. A versenyen akadályokkal tarkított pályán futva kell teljesíteni a különböző távú és nehézségi szintű feladatokat. Magyarországon évente többször is rendeznek megmérettetéseket, ahol extrém körülmények között tehetik próbára fizikai állóképességüket a versenyzők. Minden egyes versenyszámban, minden távon különböző akadályok kell teljesíteni. Egy akadály például egy dárdadobás, vagy akadály egy monkey bar, de az is lehet akadály, hogy meg kell mászni valakinek egy több mint 2 méteres falat. Van, hogy ezeket az akadályokat sárasan, vizesen kell teljesíteni. Igen, tesznek bele olyan kihívásokat néha, hogy mondjuk át kell kelni egy patakon vagy egy tavon, és utána vizesen kell neki menni egy nagyon csúszós falnak. Az edzések nem csak azok számára lehetnek hasznosak, akik versenyre készülnek, hanem azoknak is, akik gyorsan és hatékonyan szeretnék formálni a testüket, fokozni szeretnék az állóképességüket. A 2019-ben alakult szexádi csoport edzéseihez kedden és pénteken lehet csatlakozni a Kesejüsi út 22-ben. Az évvégi emelkedés után 2022 első hetében nem volt megfigyelhető további növekedés a szennyvízminták koronavírus örökítő anyag koncentrációjában. A vizsgált városok többségében stagnáló tendencia jellemző, enyhe csökkenés egyedül a vizsgált Budapest környéki települések közös mintájában volt tapasztalható. A koronavírus örökítő anyag koncentrációja 8 minta esetében az emelkedett, míg 14 minta esetében, köztük Szekszárdéban is, a mérsékelt tartományba esett. Azonban mind a 22 vizsgált szennyvízmintában a vírus omikron variánsa kimutatható volt. Kiemelkedő sikereket ér el a szekszárdi Pumi. Mizu kutya még csak 5 hónapos, de már több rangos eseményen ért el jelentős eredményeket. Gazdája szerint a titok a komoly felkészülésben és a szeretetben rejlik. Éppen a szokásos napi sétáját teszi Mizu, a szekszárdi Pumi. Utóbbi a 9 magyar kutyafajta egyike, a Puli mellett az egyik legismertebb terelőkutya. Gazdája azt mondja, bár a kis kedvence még csak 5 hónapos, már számos kiállításon vett részt, ahol egytől egyig remekül szerepelt. 2021 utolsó hétvégéjén Magyarországon is megrendezték az Európa Kutya Kiállítást, amelyen részt vettünk. Ott Mizu nagyon ígéretes egy, illetve Best Minor Puppy is lett, valamint a Nemzetközi Pumi Egyesület klub kiállításán is részt vettünk, ott is nagyon ígéretes eredményt ért el. Nem csoda, hogy Mizu kutya ilyen kiemelkedő eredményeket ér el, hiszen apja már Európa és világbajnokkan is egyben. Máté Szentes Bianca azt mondja, 2022-ben több kiállítása is készülnek, többek között egy februári eseményre. Ehhez azonban komoly felkészülés szükséges. Egy megmérettetésen ugyanis nem csak az állat megjelenése számít. Egyben nézik a küllemet, és akkor a mozgását is. Ezt a kettőt úgymond összevetik. És akkor ez alapján nézik a kutyusokat, hiszen egy osztályban többen is vannak, és akkor a fajtán belül kiválasztják a például bébi kategóriában a legjobbat. Az app gazdájának elmondása szerint a kiskutya eddig minden várakozásukat felülmúlta, Mizu a következő versenyén már a kölyök kategóriában fog indulni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Növekvő betegszámot hoz az omikron, a harmadik oltás fontos az új variáns ellen is. 100 millióból 25-öt is megspórolhatnak a vállalkozások, újraindítási hitelek a Széchenyi kártyaprogramban. Mulatozás, lakomák és karneválok, vízkeresztől húshagyók eddig tart a farsangi időszak. Elindult az 5. hullám, amelyet az omikron variáns okoz. Az omikron fertőző képessége miatt több 10 000-es esetszámokra lehet számítani,
de az oltottaknál jellemzően csak enyhe felső légúti megbetegedést, orrfolyást, torokfájást, fejfájást, egy-két napig lázat okoz. Ezt mondja a Semmelweis Egyetem rektora a koronavírus.gov.hu kormányzati portálnak. Megfelelő védelmet csak a harmadik oltás adhat az ötödik hullám idején is, ezt mondja a pécsi szakember. Jakab professzor szerint ez a variáció nem az utolsó. Évekbe telhet, mire egy enyhe megbetegedést okozó, de fertőző mutáns veheti át az agresszívabb koronavírus törzsek helyét. Magyarországra is betört az Omikron. Ennek a terjedési képessége magasabb, mint az előző variánsoké, de kisebb a klinikai megbetegítő képessége, mondja a pécsi virológus. Nem a tüdőt támadja, a felső légutakat fertőzi meg, és okoz enyhébb vagy súlyosabb megbetegedést. A terjedési képesség megnövekedése miatt nagyon sok fertőzött lesz. Ennek mentén biztos, hogy a kórházak leterheltsége is várhatóan meg fog növekedni, de ezt nem tudjuk pontosan. Ha nagy számok törvényi értelemben gondolkodunk, akkor több fertőzöttből potenciálisan több olyan szegmens, több olyan szelet lehet, akinek súlyosabb, amik az enyhébb klinikai tünetek ellenére is esetleg súlyosabb klinikai megbetegedést okoz, ők pedig kórházi ápolást igényelnek. A vírusnak a fennmaradása szempontjából az az érdeke, hogy ne okozzon súlyos, halálos betegséget, mert akkor nem tud tovább fertőzni és fennmaradni. Ezért várnak idővel enyhébb betegséget okozó variánsokat. Az lenne logikus, hogy az enyhébb tüneteket okozó, a jobban terjedő variánsok fognak következni, de azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal hosszabb időskálán kell érteni. Tehát ez most nem megjósolható. Elképzelhető, az Omikron egy ilyen beesett variáns volt, és a következő variáns az ismét egy a tüdőt érintő és sokkal súlyosabb megbetegedést okozó variáns lesz, nem lehet megjósolni. Ez akár éveket is jelenthet, amire a szelidebb változatok kiszorítják a halálosabb koronavírus mutánsokat. Az oltások felvétele fontos, sőt a harmadik megerősítő vakcinájé az Omikron esetében is kiemelten fontos az erősebb védettség miatt, mondja a szakember. Most a kutatók értékelik a harmadik injekció hatását, és ez alapján lehet majd megmondani, hogy lesz-e negyedik oltás vagy sem, mondja Jakab professzor. Évvégi ajándék a kormánytól a magyar vállalkozásoknak, meghosszabbodnak a Széchenyi újraindítási hitelek. Így idén nyárig biztosan kérhetők ezek a lehetőségek. A vállalkozók visszajelzése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett a kormány meghosszabbította a program keretében elérhető kedvezményes hitelek igénylési lehetőségét. A helyi iparkamaráknál, így Pécsen is elindítható a folyamat, de Baranya megye más városaiban szintén várják a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai a vállalkozásokat. Meghosszabbították az újrakezdési hitelek igénylését a Széchenyi kártyaprogramban. A jelenlegi információk szerint 2022 nyaráig fordulhatnak ehhez a lehetőséghez a hazai vállalkozások. Ezek a hitelösszegek 1 millió és 1 milliárd forint közötti sávban igényelhetőek, fél illetve 2,5%-os kamattal. A kamaránk helyi irodájában, Pécsen és 3 városi irodájában, Komló, Mohácson és Szigetváron lehet még a munkatársaimat ezzel keresni. A kamarai honlapon a pbkik.hu/ügyintézés menüpont alatt a Széchenyi kártya termékekről lehet bővebb tájékoztatást olvasni. A példa szerint 100 millió forintos beruházási hitel esetén a teljes futamidő alatt egy kisvállalkozás 25 millió forintot tud megspórolni a piacon elérhető hitelekhez képest. Ez akár több mint 200 ezer forint mint a kisebb havi törlesztőt jelent a Széchenyi kártyaprogramnak köszönhetően. A kamarai tagoknak kedvezmény jár az ügyintézésben, tudtuk meg az irodavezetőtől. A kamarai tagjaink 0 forintos regisztrációs díjjal vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, a nem kamarai tagok pedig 17, illetve 8500 forintért vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ezen kívül semmilyen egyéb jutalék, sikerdíj nem kötődik ehhez. Tavaly július óta az újraindítási hiteleket eddig közel 30 ezer vállalkozás igényelte, több mint 920 milliárd forint értékben. Ebből 15 ezer hitelügyletben már a szerződés is elkészült, 370 milliárd forint összegben. Mulatozás, lakomák és karneválok, ezek jellemezték annak idején a farsangi időszakot.
A Vészkeresztől húshagyó kedd éjfélig tartó ünnepkörben eleink a jövőbeni bőséget, gazdagságot próbálták ezzel megteremteni. A leghíresebb szokás, ami Baranyában maradt fenn, a busójárás. A mohácsi hagyomány közel 500 évre vezethető vissza, a török hódoltság idejére. Vészkeresztkor már elkezdődött, és egészen húshagyó kedd éjfélig tart a farsangi időszak. Ez az ünnepkör hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek ideje. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, inkább a gazdag néphagyományokra épül. Megvarázsoljuk, hogy a következő hónapban már egy gazdagabb és termékenyebb időszakot éljünk át, ezt hogy tudjuk átélni? Ezért farsangba tobzódnunk. Minél többször kell tenni. A régi hagyomány azt mondta, hogy reggeltől estig enni kell, mert hogy meg kell varázsolnunk, előkül varázsolnunk a jövő gazdagságát, a jövő bőségét. Eleink ezt étellel, itallal próbálták megteremteni. Ez a német eredetű hagyomány a magyar körében is elterjedt, sőt, több királyunk is tartott mulatságokat, karneválokat ebben az időszakban. Az egyik legismertebb és 2009 óta a világörökség részeként is számon tartott szokás Baranyában a busójárás. A mohácsi néphagyomány a török hódoltságig vezethető vissza, amikor a helyiek úgy döntöttek, kiűzik őket a térségből. Ekkor birkabőrbe bújtak, rémisztő maszkokat faragtak és buzogányt, kereplőt ragadtak. Átkeltek a befagyott Duna jegén, és a mohácson alvó törökökre rárohantak, és ugye az a bau-bau, ezzel a hangos ordítozással, ezzel a kerepléssel, zörgéssel, és ezzel az ördögi pofával a törökök nagyon megijedtek, és elmentek Isztambulba. A hagyomány ezt élteti, és ugye ezt tartjuk napjainkban számon. A farsang csúcspontja a karnevál, vagy hagyományos magyar nevén a farsang farka. Ez a farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette zajlott. Ekkor rendezik meg a busójárást is. 150 együttes egy nap alatt Pécsett, hét helyszínen. A Made in Pécs fesztivál keretein belül mutatkozhattak be pécsi zenekarok immár hetedik alkalommal január 8-án. Az ingyenes 20 perces minikoncerteken több mint 4700 látogató vett részt. Az idei évben a pécsiek mellett három debreceni és három újvidéki zenekar is színpadra lépett. Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Made in Pécs fesztivált. Január 8-án több mint 600 zenész mutatkozott be a nagy közönség előtt a Baranyai megyeszékhely belvárosában. A 150 pécsi és 6 vendégzenekar 20 perces minikoncerteket adott több vendéglátóhelyen. Hét helyszínen követhették figyelemmel a fellépőket az érdeklődők. Ezúttal minden eddiginél többen látogattak el az eseményre. Ugye idén a Covid védettség ellenőrzése miatt karszalagoztuk a vendégeket, szóval viszonylag pontos számadokat is tudunk mondani. Majdnem 5000, ilyen 4700 körüli ember vett részt az egész nap alatt a helyszínek összességében, vagy összességén, úgyhogy talán minden eddiginél sikeresebb fesztivál zártunk. Az együttesek vagy a szóló produkciók professzionális körülmények között kaptak bemutatkozási lehetőséget, műfajtól függetlenül. A könnyed, akusztikus dallamoktól a rockzenéig rengeteg stílus közül válogathattak az érdeklődők. Szinte végig teltházas koncerteken vehetett részt a közönség, az együttesek pedig minden évben egyre együttműködőbbek. Nagyon komolyan veszik már a zenekarok, szóval ez egy tök jó fesztivál szervezőként nézni, hogy mindenki készül rá, komolyan veszi, betartja ezt a 20 perces idősávot egyre profibban. Tehát az amatőr zenekarok, és ez fontos is, hogy így is maradjon, de a lebonyolításban viszont egyre inkább partnerek, szóval szépen gurult az egész nap. Az idei fesztivál különlegessége a vendégzenekarok. Többen ugyanis Debrecenből érkeztek, akik látva az itteni jó hangulatot, saját városukban is szeretnének ehhez hasonló eseményt rendezni, amiben a pécsi szervezők nyújtanak majd segítséget. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Magyarfalu program. Szakályban három beruházás készült el 40 millió forintból. Kocsolai az év első Tolna megyei babája, 2022. 21. percében jött a világra. A közszolgálatáért kitüntetés, Brun Györgyné kapta az országos elismerést. A Spartan egy életmód, kihívásokkal teli edzéseket tartanak Szekszárdon. Szerdán is szikrázó napsütés ígérkezik, jellemzően néhol vékony fátyol felhőzettel.
Tovább mérséklődik, gyengül a szél, a hajnali erősebb fagy kora délutánra 0 fok köré enyhül. Éjjel zömében szélcsendes, csillagfényes, erősen fagyos idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!